Na, hol lopott a cápa? Hm? Miért pont cápa? Imádja a vizet. Ja, hogy azért. Most már jól néz ki. Tehát járt már a patakból mindenhol. Jó fogad van, öcsém. Fonyűvő. Lehetnénk-e az a neve, szú? Cápa. Kemény vagy. Nagyon kemény vagy. Csak az a baj, hogy a te fogad az nem nő úgy, mint a cápának, hogy majd pótlódik. Az igen, jó fogad van. Lehet, hogy nő neki. Mennyi idős? 8 hónapos. Ja, hogy ilyen fiatal még? Hát akkor azért, akkor még tapasztalatlan, még nem tudja, hogy beletörhet a foga. Ez csak megérzi már, hogy mi a limit. Bár a diót is úgy összeroppantják, a mi kutyánk is, hogy hihetetlen. Nem tanyosak, mert magyarul tagyos. De elvinni nem tudod, mi? Nem, jó. De azért próbálja. Szétkapja, mint Foxy a lábtörlő. Mi ez meg? És elviszi mindjárt. Hát nem szívesen kerülnék a fogait közé, mit nem mondja. Nagyon sérzékeny a rákcsálán ember. Az igen. Szóval egy... Nincs kutyátok? De van. Van? Milyen kutyátok van? Német juhász tacskó keveri. Ó, stop! Hogy néz ki? Na, rendesen szétszerű. Megtalálom a másik helyet. Hát, meg kell kérdezni. Lehet, hogy jönnek. Most így szeretni tanyára menni. Ez Fesszerre dolgozik, nem? Keresd meg a súlypontját. Úgy, ott középen fog meg. Azaz. Na, megoldottad. Ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Nem semmi egy kutya vagy. És úgy dobjam. Jaj, most azt akarja, dobd el? Kérem. Kérem. Na, add ide. Tessék, adj. Csak rá ne essen. Ne fuss előre. Egynek fölfele. Jó kondiba van. Fú, ezért kapni fogunk szerintem a neten, hogy igen. Ilyennel ja. Túráztatod a kutya. Látom azért, kondiba hozta. De hát miért? Ez egy raporter, retriever kutya. Neki ez a dolga. De ez durva azért, hogy ilyen súlyokat elvisz. Nem is akarja odaadni. Ja. Az állatkínzó György. Nem gondja. A kosak. És viszi utána. Milyen egészségtelen lett a kutyától. De úgy látom, már helyreállt a pulzusa. Ja. Már most kéri, igényli, hogy újra dobd el. Nem úgy van az, hogy csak úgy odaadja. Marad, marad. Ez nagyon kemény állat, hallod? És hozza! Cápa, te leszel a YouTube sztárja, komolyan. Tehát hihetetlen vagy, öcsém. Hoppá! Keresztbe is beviszi az ajtón. Na maradsz? Gyere! Hozd ide! Ügyes vagy. A szúrós bokrot is. Na. És most van, nézze, milyen rutinos, középen fogja, látod? Tanult. Igen. Hoppá! Majdnem minden megtanultunk. Kicsit a dimenziókkal még azért nincs tisztában.
Nem úgy van az, hogy hagyja. Ez ágában is így. De ki is lazította azt az oszlopot, hogy neki ment valami. Na kérem. Nem. Ez még egy kicsit nagy kabát neked, nem? Még vizes is? Nem elég, hogy egyébként is nehéz, de még vizes is. De figyeld meg, hogy most már súlypontját érzi. Hát most éppen kitöri a saját nyakát. Oda néz, azt a lengőeget. Hogy egyensúlyozzuk? Kész, ennyi volt. Elfáradtunk. Hát, nem is csodálom, hogy eltűnt. Dobnak fölfel egy akkora súlyú párt, mint ő maga. Hát figyelj, ilyen petrenci sütött, mint hogyha vinnénk a szánkba. Igen, de hát igen. De figyeld meg, egy kicsit pihen, helyreáll a púzusa, és ismét hozni fogja. Ez a... Hát jó is benne, vagy rossz is benne, mert megedződik a kutya, és még nagyobb fákat kell majd dobálni neki. Azt hittem reggel pedig, hogy az a vége a dolognak, de nem, az még csak a kezdet volt. Engem azért meglepett ezzel a tömkkel. Ilyes vagy. Jó, mikor merül már le benned az elem? Na most. De, hogy néz már ki a hátad te? Össze-vissza kented magad vele. Bennem már lemerül. Már dobálástól lemerült a gazdiból elem. Fogaid? Semmi baj. Cápa, nem vagy semmi jól. És meg előkerül egy labda. És ő egy szobakutya egyébként. Nagy sztár leszel, Cápa. Nagy sztár leszel. Honnan van ennyi energia benne, hallod? Na, onnan, hogy hozott ki. Ó, te drága. És nézd meg, hogy nem ér éve. Már arra is rájött, hogy nem ér éve kell hozni. Ja, befordítja. Ügyes vagy! Hát nem tudjuk messzebb dobni, nem tudjuk kifogni rajta. Szegény, jó Istenem! Na, megfejti szerinted? Nem tud átmenni vele? Ó Istenem! Előbb-utóbb megfordítja. Na, megy másfelé. Imád, ez szereti ezeket a feladatokat, meg kell is neki adni. Lehet, hogy ez nem a legimpozánsabb. Azt a mindent, és megoldja. És mondjuk azt, hogy buták ezek az állatok. Ügyes vagy. Kérem. Te szenzációs vagy, Cápa, de komolyan. És nézd meg, hogy már rájött, hogy most már így kell hosszába hozni, nem kell ez... És nézd meg, hogy kiszámítja még azt is, hogy olyan hátulja a gajon. Hát nem semmi, ezen a gajon áttolta, hallod? És ő még viszi tovább, nem úgy van álmod. Arató. Na őt kéne oda felvinni, hogy gyorsabban végezne, mint a munkások. Hát igen. Jó! Most nem is kér annyit. Hát Cápa, le a kalappal, komolyan. Tehát te ma megérdemled a vacsorádat. De munkakutyának se vagy semmi, ha nem harapsz meg kutyának se vagy? Jó. Nagyon ügyes vagy. Szenzációs ügyes vagy. Vizsla és labrador. Mix. Remélhetően nem jön aki a labradoroknak ugye azt a csípőbeszél betegségét. Ja, időskori. Milyen? És azt mondják, hogy ha ilyen időskorban elkezdetek neki adni ilyen glukozamin, meg kondroitin cuccokat, akkor megelőzhető. Hát ezt egy átorvos mondta nekem. Nem tudom, hogy mennyire mentett igaz. Mentett kutyus egyébként egy olyan alomból, ahol először volt pici, és a 7 kölyökből 4 elpusztult, és majdnem ő is. Oh. És akkor végül is így került hozzá. Hát ahhoz képest egy életre való kutya lett belőle. És hogy milyen nyugodtan, meg minden. Milyen nyugodtan tűrte, hallod ezt a hosszú utat, az elképesztő. Utazó kutya vagy.
utazókutya és munkakutya. És terápiás kutya. Terápiás kutya is. És jó barát. És szobakutya. All in one. Na, merre került? Ja, azt muszáj letakarnom, mert visszafénylik a napfény. Ügyes vagy. De most már egyre fáradtam, most már kezdél végét járni. Hát naponta egy másfél-két órát kétszer. Igen. Szoktunk vele persze futni. Nagy a vizsláknak nagy a mozgásigényük. A labradorok meg imádják a vizet. Hogyha Dunaparton vagyunk, akkor egyszerűen képtelenség úgy sétálni vele, hogy ne futna be a vízbe. Nagyon barátságos. A gyerekekkel nagyon szeret játszani. Volt egy szülinapi zsúról 7 gyerek lógott rajta. És a gyerek szülei, meg mi is a kutya tulajdonosok büszkék voltunk magunkra, hogy mindenki milyen jól aludt. Jó, fájt neked ott, hogy nem, ez a... játszunk már. Ja. Ennél többet bír, azért mondom, 7 gyerek lógott rajta, húzták minden egy lábát, fülét, farkát, lovagoltak rajta. Jól néz ki már. Hát most itt a vidéken, az őszben egy kicsit ilyen. Na, akkor most már kuncsik valamit vagyunk, csináljunk. Kuncsik vagyunk. Igen, már valami? Nem? Jó! Azt igen, még úgy bakancsolt rajtam. Na, beléd akar? Azt is szétszedi. Hú, ez szúrós, te vigyázz. Nem szabad. Rá ne harapjuk. Rózsába. Marad? Megtalálta. Megtalált az eredeti tünkét. Marad. Na, még egy futást. De ezt felbírja hozni szerinted az nekes? Az előbb is felhozta. Amik a fakaróhoz képest már ez. Sétagalok. Nem ügyes vagy. Semmi, nem vagy ügyes semmi. Vagy. Ez legalább vagy 4 kiló. Nem? Az a baj, hogy most már nem engedi el. Ül. Ez szerintem a pestik hozzá. Fekszik, cápa fekszik. Fekszik. Kérem. Nem szabad. Na, hozod a fát?